semmi nem ad annál nagyobb védelmet egy embernek a reál eselkedő káros fenyegetésekkel szemben élete során, mintha körülveszi és áthatja életét egyfajta érzelmi biztonság, és megtapasztalja annak óvó, védelmező légkörét. A személyiség kialakulásával foglalkozó szakirodalomban arról olvasunk, hogy ebben leginkább az segíthet, ha az egyén nem a vele szemben támasztott szigorú elvárások és hibák miatti számonkérés nyomása alatt él, hanem megtapasztalja a feltétlen elfogadás, a szeretet, a testi-lelki gondoskodás, az ölelés megerősítő ajándékait. Egy ilyen légkörben felnevelkedett fiatalban azután felnőttként sokkal erősebb értékhatárok munkálnak, mint azokban, akikben nevelőik a gátlások beépítésével és a szabályok puszta számonkérésével próbálták kialakítani értékítéletüket. Olvasva és végig gondolva a fejlődés lélektan imént számba vett megállapításait, a Biblia olvasó embernek hamar eszébe jut az a jézusi példázat, amit mint a tékozló fiú történetét szokás emlegetni. Pedig ha alaposabban átgondoljuk ezt a bibliai szakaszt, valójában inkább nevezhetnénk a nagyvonalú apa történetének. A bibliaolvasó útmutatóban található aktuális napi üzenet figyelmünket a történet katartikus csúcspontja felé fordítja. Így olvassuk Lukács evangéliumában. A fiú még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Még távol volt, írja Lukács. Lehet nem csak fizikálisan, hanem a lelkében is. Ő még csak addig jutott, hogy ahol eddig volt, ott nem jó tovább maradni. Még nem jutott el sem a bocsánatkérésig, sem a jóvátételig. Az apa azonban látja. Látja, hogy mire van szüksége. És gyorsan igyekszik legyőzni a távolságot, hogy megadja neki azt, ami a legtöbb. Jézus pedig az apa képében az Istenről beszél. A mi atyánkról, aki minden gyermeke, minden egyes ember felé ezzel az igyekezettel siet. Hogy elhozza számunkra is azt, ami biztos oltalommá válhat életünkben. A szeretetéből táplálkozó érzelmi biztonságot.